De nagyon beleálltál ebbe a Város Mindenki aktivista csoportba, ami tök jó, de miért pont ezt az ügyet választottad? Gondolom azért nagyon sokan megtalálnak téged, az arcod, a neved, az egy fontos embléma tud lenni. Miért pont a hajléktalanság ügye az, ami foglalkoztat? Viszont én szóval egyrészt nem álltam bele annyira, mert az nem egy nagy vasszis, de az, hogy kijövök ide és kopácsolok itt a tetőn, vagy kaparom a tapétát a falról. Másrészt az egész csak úgy kezdődött, hogy szerettem volna tényleg építkezni egy kicsit, és aztán mondták, amely rájött, hogy mi lenne, hogy akkor már egy kicsit üzennénk is ezzel. Mi a konstrukció lényege, hogy az önkormányzat adta, gondolom, az ingatlant, és ti meg valahogy összeszedtétek az építőanyagot, jól gondolom? Hát ilyesmi. Igen, ez a két lakás, ez az önkormányzat tulajdon, és annyira rossz állapotú volt, hogy már évek óta nem tudták felújítani vagy kiadni. Úgyhogy mi most önkéntesek, szakmunkások, és az önkormányzat némi hozzájárulásával felújítjuk ezeket a lakásokat. Ez egyébként még most is minden segítséget elfogadunk. Ti fogtok itt lakni majd ebben Persze. a házban? Most jelen pillanatban hol laktok még? Albérletben. És előtte volt, hogy szabadtéren kellett aludnotok, vagy erdőben. Az erdőben? Erdőben aludtunk. Erdőben? Meg szabadtéren is. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés srác vagyok, mert egy szeretetteljes családban nőttem föl, nem kellett nélkülöznöm, és közben azt veszem észre magam körül, hogy ez nem feltétlenül így van, nagyon sokan vannak nálam sokkal-sokkal rosszabb helyzetben, itt Magyarországon is, és Andrés, ezt a fólián, ez nem feltétlenül attól függ, hogy mit tudom én, milyen szorgalmasak voltak, vagy nem tudom, hanem attól, hogy ez dobta nekik a gép. Hány olyan ingatlan lehet a fővárosban szerinted, ami alkalmas lenne hasonló célra? Tehát ami eléggé lerobbant ahhoz, hát, hogy meg lehetne csinálni Kalákában, tehát akár elég lenne az arra, hogy a gyakorlatilag az összes utcán vagy erdőben élő embert el lehessen helyezni? Hát ez egy bonyolult kérdés. A lakásállománya simán megmen erre, de ahhoz, hogy ez tényleg működjön, ehhez kormányzati, tehát központi akarat kéne, mert ezek a programok, most aki az építkezést látjátok meg, ezt tudjuk igazán megmutatni. De igaziból az építkezéssel csak kezdődnek, és utána ez egy évekig tartó komoly szocmunka, amit most a jelenlegi ellátórendszer nem annyira végez. Azt gondolná az ember, hogy beköltözik a család, itt a sztori vége, mindenki boldog. Hát egyfelől magával a lakásba költözéssel, akik régebb óta hajléktalanok, csomó mindent újra meg kell, hogy tanulni neked, kezdve attól, hogy a rendszeres számlafizetés, kezdve attól, hogy egy kártyás villanyórának a kezelése, megigénylése. Mennyit kellett melózni ezen a házon, vagy mennyit kell melózni? Nem tudom, mert én már egy hónapra rajta dolgozok. Ilyen nap, egész nap reggel hajnalban jövök, gyalog sajnos. Van szakmád? Tehát értesz ehhez, hogy hogyan kell köműveskedni mondjuk? Hát, nagyjából. Itt a hegymászásom az tényleg ilyen magamról szóló önző elfoglaltság, ezért talán rendjén való vagy helyén való, hogyha egy kicsit visszaadok másoknak. Mit kéne Magyarországon tenni ahhoz, hogy most ez ilyen elég költői? Én azt nem tudom Magyarországon mit kell tenni, de ez olyan egyszerű, hogy itt látszik, hogy mit kell tenni. Színázok, mit tudom én, szögelek egy kicsit, talán mások is jönnek, ők is szögelgetnek egy kicsit, és akkor ez a ház rendben lesz. És ez nekem már egy nagy érzés. Tudtam, hogy ez a kötél még egy nap jó szolgálatot fog tenni.